Mert újságban volt, az összes újság, hogy jártam, rabszolgaságot csinálnak, meg ezt, meg azt, pedig nem igaz. Hát ő csak azért vitte, hogy adták oda nek azt az öregembert, hogy legyenek hárman a három nyugdíjból megjelni. Emberrablás, de ezt kérem, hogy nehogy kivágják belőle. Emberrablás, kifosztás, eladni rabszolgának, rabszolga sózba tartás, naponta egyszerű étkezés, napi egyszerű verés. Hát ilyet, ha nekem valaki mesélte volna, esküszöm, hogy azt mondtam volna, hogy Szár Jánosnak az unokája. Régi! Nyígyítom! Aha! Hát itt a szülei, azt nem engedi be. Itt van, csak nem is aki. Zsolti! Mert azt mondták, hogy mikor mondták tegnap, hogy tegnap előtt, hogy ide jönnek. Én azóta nem találkoztam, hogy ide van. Én tehát most nyitottam fel az előtt 10 percet, amikor mondtad, hogy menjünk oda le. Ez ilyen, hogy itt lemégy, és akkor vannak ilyen, olyan, mint az áskapocs. Olyan, és van 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. És akkor lemégy az aljára, és arra kifele van egy ilyen hely. Meg így. Hát egy olyan, mint egy kis soba. Csak tele van ilyen csövekkel, és jó meleg. Lehet benne, hát lakni. Télére jó. Nem, itt aludtam. Este 11-ig. Hol? Mikor megy oda? És utána 11-kor bezártak a szállomást. Akkor mentem a szabójába, onnan mentem a helyzébe, van az a nyomaszpótló járat, és az három köz volt, voltam, amikor fénykor kinyitották a helyzét, ezt fénykor nyitották, és akkor visszajöttem. És mentem ebédelni a vizsgálatra. Vékonyára. És onnan került a vizsgálatra. Áraktól téma. Hát most már alapta nem, azt ott teszte ismerkedtem a hajnának a zedennyába, a családjába, azt már ezeket legyüktek, és mondtam, hogy hát ne legyünk néken. Hát mondok, hát gyerek, már magamban alaptam, gyerek magamban. Elvittem ide, aztán alóka itt lakom, velik. Segítenek nekik, odaadom a nyugdíjamot, elváltanak. Amit tudok, csinálok nekik. Hagy boldogulnak ők is.
Ők főznek régen, mosnak rá mindent, én mibe sem ígyek előtt. Amit tudok, kárba, kártak bemondanom nekik, kármányban annyit, hogy tégre legyen. Ne kell a piacról venni mindent. Valóban itt vagyok veled. Már lassan tétében. Mesélt, Korcsi. Nem meséltem. És akkor egyet elzavadt a madár, én még elismertem, mert ütött, vágott. Utána meg Pisti mondta, hogy hova megyek. Mondom, én megyek vissza Egerbe. Azt mondja, van hova menned? Hát mondom, elmegyek a Harittara otthonba, mert ott raktam. Nemrég, egy évig ott raktam, és akkor azt mondja, ne menj oda, mert jó lesz neked egy... Van nekem egy Karcsi nevezető, unokatestvérem, és akkor majd jó lesz ott. Majd ott lakó áruktő. És akkor én még beleegyeztem, mondom, akkor jó van. Hát jó, mert mellettem van. Ha beteg vagyok, hoz egy pohár vizet, megfőz, kitakarít, kimos róla. Leheteti a jószágokat, mikor én nem vagyok itthon. Elmegyek anyámhoz, vagy valahová elmegyek. Vagy elmegyek Lucernájra nyúlnak, vagy a Malasznak Dudvái. Akkor ő végzi a dolgát, vagy kimos, vagy takarít, vagy fény. Nem izé, kurvás. Én azt szeretem benne, meg rendes. Nem olyan, mint a többi kurvás. Hogy elmegy a feleséggel dolgozni, vagy valahova, boltba, és akkor a család befogadja a házba, és akkor elintézi. Nekem nem olyan. Nekem azért jó. Már volt uram, az olyan volt, az első. Akkor én dolgoztam, akkor ő csajozott. Ő megvan a maga valóságában. Azért becsülöm, tisztelem, becsülöm. Én se vagyok lator, ő se kurva már, hogy így fejezem ki magamat. És így megvagyunk. Ott megy a sír. És ott is laknak milyen sátorban. Nem van neki rendetve paplamban, mert a forgaló párna. És ott ennek a tövében. Van ez a hét, és annak a tövében. Ott is vannak a csárban négyen. Én is ott voltam 2 évig, tavaly 14-en haltunk meg. Ilyen 14-en haltunk meg. Meghagytak, agyonverték őket, megadta a nyugdíját, leírta magát, mi kell ahhoz. Semmi. Béla! Gyere! Téged keresek már úgy nyakra főre. Hát de... Mondtam neked, hogy keresünk, nem? De meg volt beszélve, hogy elolvasok a jelentet. De ott is keresek a Máltán. De meg volt beszélve, hogy elolvasok a jelentet. A jelentet. Jaj, de jó. Na, figyelj csak. Mondjad. Holnap reggel jönni kell. De nincs hogy értetik. Nem baj, akkor is jönni kell, akkor... reggel korán megyünk. 6. Rendőri jelentés. Mezőcsát, 1995. január 18-a. Jelentem, hogy szolgálatom teljesítése során a tegnapi napon, azaz 1995. január 17-én 11 órakor az Ároktői KMV iroda előtti útszakaszon igazoltattam Olá Béla, született Petneháza, 1934. november 11-e, anyaneve Ferkó Veronika, Miskolc, Baros Gábor út 13, hajléktalanok menhelye alatti lakost. Nevezett személy az igazoltatás után azt kérte, hogy 4 szemközt szeretne velem beszélni a KMV irodán. Ott Olá Béla előadta, hogy őt 3 napja hozta el Miskolc, Marx térről Molnár István ároktői lakos, akit ő ismert, mert már volt nála ároktőn. Azért jött el Molnár Istvánnal, mert az neki egy kis munka ellenszolgáltatásaképpen ennivalót és szállást ígért. Azonban ő nem egyezett meg Molnár Istvánnal, ezért őt Molnár elzavarta, és úgy fogadta be Rostás Károly ároktői lakos. Ezzel a férfival sem érti meg magát, és vissza akar menni Miskolcra. Ezek után az utcán várakozó Rostás Károlyt behívtam a KMV irodára.
Rostás Károly elmondta, hogy ő nem tartja vissza Oláh Bélát, bármikor visszamehet Miskolcra, pedig nála jó helye volna. Oláh Béla kérdésemre elmondta, hogy őt nem erőszakkal hozták el Miskolcról, és itt sem bántalmazták. Az intézkedésen végén Oláh Bélának átadtam a személyi igazolványát, aki eltávozott azzal, hogy visszautazik Miskolcra. Jelentésemet tudomásul vétel véget teszem meg. Kis Bertalan őrsparancsnok, Kalber Imre rendőrfőtörzsőrmester. Január 12-én mentünk volna ebédelni a népkonyhára. Ebédkor jöttek toborozni. Nagy a pilot személygépkocsiban. Na, mi azt hittük, hogy ahogy elmondták itt, hogy jó, jó sort mondták, szóval jött be meg. Annyi. És napi 1000 forintot adnak, meg étkezést, cigarettát, ha cigarettázunk, meg hát azért bort, vagy sört, vagy mit tudom én mi. Na azt addig mondtam, hogy én nem megyek, azt addig dumáltak, még a végén rávettek. És amikor kiértünk Ároktőre, az ő a Molnárnak a lakására, akkor én ott említettem, mondtam, hát hol van a baraki telep? Én nem fogok, hogy barakival, azt mondja, én kereskedelemmel foglalkozom, csak nem mondja, hogy emberkereskedelemmel, hanem hogy ő használt autókat vesz, szóval nekem ilyet mondott. Amikor lekerült hozzánk, ételt, italt kapott, hát tényleg hát nagyon szakadt volt, hát mindjárt Béla bácsi mosakodjon meg, fürödjön meg, bort hozatta neki az egyik idősember, aki mai napig nálunk van, ez a Simon Pál. Ott volt egy idős bácsi, egy ilyen hasonszülő, mint én, egy ilyen nyári konyha féleségben lakott, de azt rendesen ellátták, és az megkapta minden nap a liter borát, de én, amikor ott maradtam, én bekerültem egy arányú normális szobába, nem, hogy mondjam, nem hinodálok, hanem rokomén aludtam, dumát tettek rám, hűtetlen szoba volt, de azt az éjszakát ott töltöttem. Délután volt Pisti, lement az anyjáig, ő ott maradt, Pali bácsinak adott Pisti pénzt, hogy hozzon neki bortonak az Oláh Bélának. Elment Bori, hozott neki 2 liter bort, ők azt megiszogatták, akkor kapott vacsorát is, mert vacsorát nem kapott akkor, mert mondta is a bíróságon, hogy kapott vacsorát, megvacsoráztunk, lefeküdt. Reggel ébredtünk, költöttem fel, hát akkor látom, hogy bepiszkolt az ágyban, de nem szóltam neki, nem beszélgettem vele. Csak Pistinek mondtam, hogy nem maradhat. De hát, akkor mondta a Pisti, hogy hát hagyd maradjon itt, ő szeretné ott lenni. Mondom, akkor én nem beszélgetek, azt csináltam, több az akarom, arra akarom. Én már kovogtam a gyereknek, hogy jobb lesz, hát az ember. Majd egyet kapta a kigyit, mindjárt azt kérdezte tőlem, hogy ha mikor nyit a kocsma? Hát mondom, jó ember, egy ilyen ilyet ne kérdezem, de én nem tudom, nem jár ki a kocsmába. Azt mondja, hát nem tudom, hol a húgból. Mondom, tudok én. Hozz a kréken likerbot. Elmentem, hoztam egy ilyen likerbot, nekem kiöntött 2 deci volt, többit vitt a kocsiba magával. Kinyittem a kaput, elvitték. Becsuktam a kaput, lavad a hála, jó Istennek. Elment a szalok emberébe. Aztán nem is hozták a szorbet vissza. Aztán hallom, most olyan karamajka van benne. Akkor elmentünk Ároktőre, ott megebédeltem újból, és akkor már rögtön be is fogtak engem munkára. Megebédeltem, akkor mostan takarítottam, főztem. A végén már annyira szentelenek voltak, hogy még arra sem volt képes az asszony, hogy kikeljen az ágyból.
Te nagyságos asszony, ki kellett egy szolgálni. Mert én nekem nem tetszett ez az elég, azt mondtam, hogy én nem akarok itt maradni, én megyek haza. Nem ebbe egyeztünk meg. Most akkor a végén az lett belőle, hogy el akartak vinni valami kocsmába dolgozni, és én meg már akkor tudtam, hogy valami nem stimmel, mert már hallottam Molnár Bélától is, meg a többiektől is, hogy mi megy itt, és azt mondtam, hogy én nem megyek el. Mert ő mondta, hogy ott a szálláson, akkor hajlítom fel, hogy jár, hogy ő takarítónő volt. Ott. Na, itt meg pont a presszóban mondták, hogy kis volt téve hirdetve, hogy a takarítónő felveszünk. De én mondtam neki, hogy nézd, Jukka, gondolod, akkor gyere fel, nézd meg, beszélj a főnök úrral. Ha felvesznek, akkor felvesznek, ha nem, nem, nem tudsz mit csinálni. Ez az egy lehetőség van. Utána megfogta magát, elkezdett sírni, ő nem dolgozik. De felment? Feljött felünk, persze. Utána ő azt mondta, hogy ő nem áll ilyen helyre el, tényleg nem is mondtam, mert ő előtte egy alkoholista volt. És azóta, mióta nem iszik, azt mondja, rendesen utálja a részeg embereket. Meg ilyen félelme van. Tényleg egy nagyon szép szobámba befektettem a francia ágyba. Ő ottan tényleg egyedül feküdt, megmondjam, mert én is egyedül vagyok a kis szobámba. És akkor figyelj ide, nagyon jó érezte magát. Elsorolta nekem, hogy 3 vagy 4 gyereke van az intézetben. Pontosan nem tudom. Azt mondtam neki, hidd el nekem, tiszta szívemből mondom, ne hadd a gyerekeidet az intézetbe, hozd ki, felneveljünk itt a gyerekeidet. Álljál, dolgozzál szépen, becsületesen, körd a pénzedet a gyerekeidre, ne hadd az intézetnek az árvájaidat. Én azt mondtam neki. De azt is mondtuk, hogy meglátogassuk őket minden hétvégén. De sorolta, hogy bent vannak a gyerekei az intézetben. Férhez mentem 23 éves koromban. 73-ban született egy fiam, a Zsolti, Balogh Zsolti. 4,5 éves korában öngyilkos lett az apjam, itt maradtam özvegyen. Mivel nőtt a gyerek, hát apa kellett neki, újból férhez mentem. Ebből a házasságomból van egy fiam és 2 lányom. A Latika, a Kiskati és a Leila. Tanuljuk szépen? Tanuljuk szépen? Komolyan? Nagyon? Nővérem, nem akar tanulni, csak szerelmeskedni. Intézetben nevekedtem, mert anyám, apám meghalt. Az anyámat megölték állítólag, de nem tudom pontos, hogy igaz. Apám én meghalt az ivászatba. Volt 3 testvérem volt, én voltam a legkisebb, meg 2 tesóm volt. És akkor bevittek az intézetbe, elvittek, mert állítólag noszvajon laktam, anyám is ott lakott, még apám is, elvittek intézetbe minden hámunkat. 6 éves koromban kiadtak, 11 éves koromig visszavittek, mert olyan nevelőszülőm volt, mert 2 voltunk. Az egyik cigán volt, a csaj, másik én még magyar voltam. Utána megint a gyivibe kerültem, és úgy helyeztek ki dolgozni. Miért nincsen rajta valami? Ha? Mondjuk egy ilyen majmocska. Leila, mit csináltatok a majmocska? Kettem meg egy hárman. Na? Tényleg mennyi beszélben mindig. Látod? Látod? Ne várj már ezt a majmot. De ki van tekozott? Hagyj legyen. Te dugd a vissza. Várj is. Mit csinálnak vele? Szegény, húkombányom. Várjuk. Utána megesküdtem az urammal, és akkor ott raktam az anyósomnál, Hevesen, meg feltűnt lakástegerbe, ott laktunk. Bekerült a börtönbe, felszámolásot egemet is elküldtek, mert már akkor 4 hónapos terhes voltam, vagy 3,5 hónapos, nem tudom.
Mondtam, hogy terhes vagyok a főnöknek, akkor se küldtek, megszűttem a gyereket, kórházba, úgy meg elvették tőlem. Bágyat, kisasszony. Legyen kicsi. Nekem nem ad, vegyem el. Nekem. Kösz. Én is egyetlen. Várj, én is egyetlen. De legalább tudtam, hogy nem tudom. Au. Hiányzik a harmadik. Igaz? Menjetek szépen fölfele. Szia. Anya kutyi! Én addig járok Egerben, még ki nem adják a gyereket. És kihozom a gyereket, és akkor mellettünk van. És akkor majd én felnevelem, és akkor hagy iskolázódjon ki az a kislány. Az intézetből telfajú. De itt nálunk nem fajú le. Mi van? Gyere! Hagyja jön le! Ő a Balogh Zsolti, az én fiam, az első házasságomból született, 73. március 15-én. Mit mondjuk? 23 éves az március 15-én. Hát ilyen nagyra nőtt, 1 kg 75 dekával született 7 hónapra. Hát az ő papája nem él, meghalt. Hány éves is voltál akkor? 4,5 éves volt, mikor meghalt a papája. Ő is intézetben nevelkedett, Torna Nádaskán. Így megvált, ilyen nagyra. Reggel jöttünk be Miskolcra. Elven a nyugdíjamat. Már a postások Baloson már akkor eljárt. De még én megláttam, hogy ott van a Balos udvarba a képesítő. És mentem hozzá, hogy hát a nyugdíjamat. De ez a bornár, ez már akkor a tyúkszenem miatt. Szóval teljesen rám tapadt, mert teljesen a nyugdíjra ment. Mondta, hogy hát ő megmondta magát, nem jön. Hát mondom, jó, hát ha nem jössz, nem jössz. Hát mert hát én erőlök neki a lakásomba helyet, akkor még mondja, hogy én erőltessem. Nem jössz, nem jössz. Hát na, visszament az élettársamba. Rockfeld Ferenchez, meg ez az Zolá Bélához, vagy Olá, hogy hívják, Barna, itt tudom én Barna, Gál Barnához, és ott az édesanyja napok voltak össze az utcok, meg hát ott volt annak is a lány testvére, mit tudom én, posta hivatalban dolgozott itt Miskoltól, meg az édesanyja, hát ők pakoltak össze az utcok, neki meg az a Barna is várt nyugdíjon, vissza meg kérdezték, hogy hát ez a Zolá Béla hol van. Hát mondom, hát meggondoltam magát azt, hogy nem. De találtam egy menekülési lehetőséget, és szembe a másik oldalon a villamos megállónál, ott van a KPM közutigazgatóságnak a székháza, oda sikerült átsiccolnom. Innen láttuk, és kocsival lehajtottunk, és elkaptuk a más téren. Ment volna be a bükkáróházba, ott nekem is mondták, hogy menjek már segíteni. Na jó, ennyibe ennyi. Utána mentünk, látunk meg a villamos, hát ilyen körforgalomban. Oldal odaadtam a busz megállat, mert én vezettem az autómat. Mondtam a sógoromnak, hogy szóljál már neki, beszélni szeretnék vele. Oda ment a sógoromhoz, a sógorom letekerte az ablakot, és a sógorom mondta neki azt, hogy öreg, nem felelkeztél meg valamiről? Maga azt mondta, hogy nem felelkeztem meg, mert ott hagytam a rádiót, meg a személyes cuccaimat, és az fedezi az adósságot. Így van, vagy nem? Na, akkor még kellett hazudni? Az a baj, hogy ott hagyom örömpel. Az adósságba. Így van, vagy nem? Na, de viszont a sógorom meg azt mondta magának, hogy nem kell az adósságba ott hagyni ezeket a dolgokat, hanem a pénzt fizesse ki. Így van, vagy nem így van? Azt mondtam, hogy ott hagyom, hogy... De a sógorom azt mondta meg a sógornőm, hogy nem kell, hanem a pénzt fizesse ki. Azt mondta, akkor oda fogja nekük adni a
az adósságát, ha a rádiója, meg a személyes dolgai magánál lesznek. Így van, vagy nem? És ott megálltunk a sarkon. És azt mondta nekem is, hogy segítek már betibálni. És onnan leemoltam. Lenyémetik meg az evit. Lenyémet a lakásról leemolták. Többit meg itt elmondták, ott a leemondták. Na, ennyiből ennyi. Megvítják utána a prélin. Ott szólottak a Molnár, hogy most már pedig írok pénzt a házasszonyának. Ez a szó. Hogy beszélek ez idő a pénzt? Így volt a kezdet. Jó, köszönöm szépen. A pénzt fogja meg. Így volt a kezdet. Kezéhez nem ér. Kezéhez nem ér? De. Készülte voltam. Kezéhez előzítettél. Bemutatja a tanú, hogy tartja kezében a pénzsomót, majd általában szerint Molnárné a pénz végét tett volna. Hogy el is engedte a pénzt. Hát, és a kezén. A vádiratból. A gyanúsítottak Árokő felé indultak. Nyíklátháza és Mezőcsát között Molnár István gyanúsított felszólította a sértettet, hogy nyugdíját adja át Rostás Hajnalkának. Olá Béla tiltakozott, de Raffai Ferenc közölte vele, hogy ha nem teszi meg, akkor a gépkocsival lekanyarodnak a szántásra, és ott megöli a sértettet. Szólt a Molnárnak, hogy ha nem akar ide adni a pénzt, akkor húzza el a szántóföldre. Én utána nem szóltam egy árva szót sem, hanem benyújtam a zsebbe, és oroltam a pénzt. Mert? Hát ne féltem. De mit? Hát mit jól, levészek, oroztuk, kardulóját. De hát ezt ki mondta magának? Hát, életveszélyes. Ezt nem mondta senki? Tehát ezt nem mondta senki, hogy és agyon verne, igaz? De ezt csak maga gondolta. De miért itt volna a szántóföldre? Akkor iratta nekem egy sárkon, pedig bementünk vásárolni. Ott meg elköltöttem a pénzt, mert vettem ágyneműt, amiben bepiszkolt. Mutattam neki, hogy miket vettem. Azt mondta, jó van kis jányom, így mondta, még ha nem volt abból semmi baj, amiket kitanálkodott. Jól van, azt mondja, hogy ha megvettem, meg hát minden megvettem, akkor vettem neki ennyi valamit. Mondom, majd beosztom neki a hűtőbe, beteszem, azt akkor majd reggelire, vacsorára lesz mit nekik enni. És akkor ide hazahoztuk, mikor a nyugdíjat iratta, hazahoztuk. És akkor elkezdtünk megint vitatkozni. Hát mondtam neki, hát mert akkor is a kisjányot játszott kint, én nem is vitatkoztam volna vele, de hát oda piszkolt nekem fényes nappal, nem ment el a vécére, hanem oda az udvarra. A kislány meg ott labdázott minden, hát én olyan ideges voltam. Én takarítsam, mondom el utána, hát na, én az öreg Pali bácsi, hát én kimegy a vécére, hát ővel enni semmi kottam. Ezzel megmondom, hát akkor elkezdtünk megint vitatkozni, hogy mondom, hát ne maradjon itten, de hát akkor már... Szóval összevesztünk. Ő fogta a kislányt, és ő lehent az édesanyjuk ágyához. Hát én meg megmondom őszintén, utána már úgy voltam, gondolkoztam egy kicsit, hogy hát ő belőle mégse jó, hogyha én összeveszek az élettársammal, mert valahol van neki is, úgy voltam egy kis igazsága. Szóltam, hogy Béla bácsi lássa, nagy balgé volt, nem maradhat, jöjjön, beviszem Mezőcsátra, és onnan menjen buszra, vagy valamit a rokonságához, vagy valahova el tud menni. Na, jó van. Ennyi volt, elindultunk, hát a Mezőcsát út mellett, hát úgy beszik, hogy én megindultam Mezőcsátot. Az élettársunk, a nagybátyának a lakásának, a Rostás Károlynak. És olyan volt, hogy hát rendszeresen jártunk, ők is jártak, hogy hozzánk, mi is ők oda. Tehát bementünk. Hola, Béla. Hát idehozták nekem. Idehozták nekem. És azt mondták, hogy jó lesz nekem itten, mivel mi kettecském vagyunk. És mink így fogadtuk meg. És aztán befogadtuk, és akkor azt mondtam neki, Béla, elbeszélgettünk, itt volt a Pisti is, elbeszélgettünk, mert ő hozta, elbeszélgettünk vele. Azt mondta Bélának, azt mondja, maradj itt, mert jó helyed lesz. Én azt mondtam, kérdeztem tőle, miből fog élni. Azt mondta neki, van nyugdíja, meg fog élni.
Nem mondom, akkor jó lesz a létem mellettünk, mert hát mi ketteskén vagyunk, betegesek vagyunk, és mondom, hogyha jó viselkedel, akkor itt maradsz köztünk. Egy oroszát ott várkoztam az ő lakásán, mivel addig ment engem árulni. Járt az ismerősöket, míg aztán én a Prostás Károlynál között ki, aki állítólag két kacsáért meg 4 évet meg tőle. Visszajött a kocsival, elvitt a Prostáshoz. Na, itt fogsz lakni. Na, de az a állati körülmények uralkodtak. 15 fok hideg volt kint, fűtetlen szoba, takaró nulla, téli kabárba, csizmába, aludtam egy rossz sezonon. Hát a térdembe tettek egy pár darab rongyot, azt így aludtam ottan. És azt mondta a feleségem, hogy Béla, vedd le a ruhákat, mert ez nagyon koszos rajtad. A feleségem ráadta a nadrágomat, ráadta az ingemet, a pulóveromat, akkor még a nagykabátot is. Abban takartam le a nagykabáttal, még azt el is vitte a nagykabátomat, a bundakabátomat. Azt elvitte, és abba takartam be, mert ott szeretett feküdni, akkor rátettem a paplant, akkor igen, a paplant rátettem, akkor rátettem a kabátot, ráhúztam a lábára, mert csizmába, és úgy takartam le még a csizmát is, hogy ne fáradjon. Elvészett naponta egyszer, de az is minimális. Hát vágott egy beteg tyúkot, annak a két kapalóját meg a fejét adta neki, mint a fél nyersen. Még a fogam lett volna, sem tudtam volna megenni. Azt odaadaptam a macskának. Aztán amúgy kétszer adott egy-egy délután halászlégy, de azt is az anyától kapta, egy 8-et is. Üvegbe halászlevet, és azt kétszer vettem meg. Ez volt az egész kajálásom. Hülyék vagytok teljesen, akkor is hülyék voltatok, amikor megcsináltátok, hogy odafogadtátok azt a segyházi trógert, aki minden beszélt rátok, csak azt nem a mi igazság. Lényegben megtehetik, mint ez a két okos ember, meg okos asszony. Ebben megtehetik, de velem nem nagyon. Én nem foglalkozok egyel se. Én nem vagyok hülye. Minek megyek én a kamera előtt, amikor egyszer nem hiszem. Amikor az ország tenék látok. Vannak hisznek, akik a csavargóknak, az ilyenek nem hisznek, mert cigány. Én nektek a tárgyalásokra nem is beszélek, mert az úgy nem ér ám hallgattatok. És minek volna maga dolga ott, nálunk, hát a Prostásséknál? Hát amilyen házi munka volt, favágás, diótörés, meg akkor be kellett volna segíteni? Persze. És akkor hogy gondolták az elszámolást? Mert hát nyilvánvalóan... Hát úgy, hogy fejez a nyugdíjat, aztán... És akkor úgy tett, hogy... Nekem annyi. Tehát akkor úgy lett volna az elképzelés, hogy ő fölveszik a maga nyugdíját, így. Maga ott lakik náluk, igen. Besegít a házi munkákba, és akkor ők gazdálkodnak a nyugdíjával? Igen. Oláú, nem hasonlít ez egy kicsit az ilyen eltartási megállapodásokra? Hogy egy háztartásba kerültek volna, és akkor igen. Közös kasszából gazdálkodnak? Ez az elképzelés az ő részükről nem hasonlított egy kicsit erre? Szerintem nem. De ő itten volt köztünk, itt étkezett, itt volt a szék, ezen ült, azon az asztalon, és itt étkezett. Meg azt mondta, hogy macskatányérból etettem, én adtam neki kétszer halászlevet, igazam van? Kétszer adtam neki halászlevet, utána levágtam egy tyúkot, húsleves, estem. Még itt volt nálam, tisztelt. Eltársam. Mondja meg, hogy
mondja már meg, mivel ez a bíróság, vagy a rendőrség az áratövi cigát egybe veszik. Hiába én nem lopok. Ugyanannyi. Ugyanott vagyok, ahol a másik. Hát akkor nincs semmi értelme. Úgyhogy ezért nagyon ideges tudok lenni, úgyhogy semmi értelme. Ne alakuljanak, hogy így beszélek, de én ilyen vagyok. Én megmondom az igazságot még a miniszterelnöknek is. Mert az is huncup. Azok se érzemlik meg, hogy be voltak ezek egy tartóztatva. Most már 8 hónapja gyora vannak. Nem érdemlették meg. Ha mindegy, hogy mi bűkereskedtek, valami bűérni kell egy családnak. Mert nem játék, hogy letartsák előre őket, azt ott vannak a börtönben. Azt 8 hónapig még tárgyalásra ilyen, mert elment egy bolond, vagy elment egy hülye, aki csavargó, azt akkor azoké letartani, két ember, családos ember. Úgyhogy utálom már a világot is, nem csak magamat. Hát otthon voltunk, úgy semmi nem történt. Itt a bort, mindig ivott, sokat. Egy nap megivott 3-4 liter bort. Meg izé morzsolt a kukoricát, nézte a tévét este 4 órakor. Tévét nézte. Este 9 óráig nézte. Meg ült a széken, és úgy nézte. Felraktam másik székre a lábát, úgy nézte. Hát be voltam ilyetben, hogy hát hogy a jó Istenbe tudok megszabadulni. Szökésem ma ugye elő volt nekem készítve, mert állandóan őrült az agyam, hogy lehet innen kikezd felegni. Na, hogyha szökésben vagyok és elkapnak, ezek engem meglincselnek. Olyan végező szint társulat. Aztán az volt a szerencsém, hogy amikor elvittek a postára, hogy írjak alá egy meghatalmazást, hogy egy évig az élettárs az angyéra vegye fel az én nyugdíjamat. Hát már féltem, hát aláírtam. Most utána elmentünk az édesanyjához. Borért mentünk le édesanyjának, mert azt mondta itt, hogy porzik neki a vesét. Na akkor vettem fel a nyugdíjat a postán, és akkor bevásároltam a Jóska borba, utána mondta, hogy menjünk rá Borért. Te mondtad nekem. És lementünk, utána mi voltunk. Hát ő mondta, hogy menjünk Borért. Igen, egy oroszáig voltunk ott. Mondtam a rendőrnek, hogy én itt el vagyok rabolva, itt én rabszolga vagyok, én innen meg akarok szökni, és segítsen hozzá a szökéshez. Hát mondta, hogy nem tudom, mert kocsit nem tud adni, pénzt nem tud adni, szökék, ahogy tudok. Aztán szöktem. De én tudtam volna felfogni, érted, hogy a beteg nem vagyok, mert te is. Hát mi egészségesek lettünk volna, az ilyet be se fogadtuk volna. Mert egy más magyar vagy cigán vagy tudom is, én kizavarta volna a házból. De hát én annak örültünk, hogy hát mivel betegesek vagyunk, ragaszkodtunk ahhoz, hogy hát örültünk, hogy szólozna. Én vagyok a gyárnak kacsinak. Nem mehet ki fel senki a nyugdíját, ő se, csak én. Mert én vagyok a gyárnak. Szóval akkor miért kell ilyen ember telzárni már, aki életében nem lopott? Ami jóra vitte, az meg ember. Hát nem rabszolga sem, úgyhogy ne haragudjon a világ. Hát teljesen nem bírok aludni már, hogy jön a tárgyalás, hogy mégis mi lesz velem. Na most képzel engemet elvinnének, mi volna ebben a szerencsétlennek? Elvinnének engemet, mondjuk például, mert én vagyok itt a főgazda. Elvinnének mondjuk a KGK-ra. Ő itt maradna. Hát azt csinálnának, úgy rabolnának tőle, ahogy akarna, mert ha megkopogtatnánk az ablakot, a szíve meghasadna éjszaka. Képzeld el, ha nem indítjuk ezt az egészet el, hogy hány embernek teszik tönkre az életét. Megmondom őszintén, én nem akartam tenni az egészet. Lehet, hogy már később meg is fogom majd bánni, de van egy nőösmerősöm, és na, hogy mondja, pultos az egyik. Azt mondta, hogy ne hagyjad. Azt mondta, hogy ne hagyjam, és ha hagyom, akkor engem az életben többet kéne fog szolgálni. Igen. Na. Ez egy nagy büntetés lett volna. És azóta hogy telik egy napon? Semmit. De jó, nem egy jó lenne. Nem olyan. Most se tudom, mit csináljak.
így töltöm el a napot, hogy inkább arról. Hadd üljön le! Majd én meg! Féljek a kóra! Benne voltam az újságban, és hát jöttem az újságból, Éva néninek mutattam, hogy hát Éva néni, hát ez meg ez történt velem, már szeretem, hogyha kapnék egy szállást. Mert úgy kerültem ide. Éppen volt ülese, és így kerültem ide. Ennek a cigánynak még ennyi hasznát vettem, hogy ide bejutottam. 61-ben nősültem, született két gyerek. Az egyik... Nyíregyháza. Ott építkeztem. Családi házat. 5 év alatt felépítettem. Bebutoroztam, berendeztem. Úgyhogy keményen dolgoztam. Az építkezésben is igen sokat újvikolta a földet, meg sokat is adott, hát ami egy építkezés adódik. Aztán így évregéltünk 10 évig, szerintem normálisan, azt utána jöttek a bogyondalmak. Amit én nem tudtam, sajnos lenulláztunk. Csodások úr, kint a tanyán, ami Szent István, Püspöki meg Szent István között. Hát akkor mi volt, ott voltunk Hungárán, szóval már nagyobban. Abban az időben még ötek. Én a nővére, meg a nagyobbikukban, meg édesanyám, meg édesanyám. Ott jó. Csak most itt ez van. Valami szép emléke. Nincs. Régül sem, gyerekkorból sem? Nincs. Hát mondom, itt van ez volt a miénk. Hát rá van írva, hogy hanyas sajtó. 1/3. Bizony. 1/2. Mert a Jutkáék mentek az én belakásomba. És én meg eljöttem az üvékébe, és ez volt a Jutkájéké. Hát aztán pince, az teljesen mindegy, hogy melyik másik. Én nem tudom, hogy miért van belakatolva, kilakatolt, azokat én kötöztem be, mert örökké ki voltak nyitva, és mindig bekötöztem őket. Benne a sok fényképen meg mindenem ott van, és akkor még beköltözik. Már eladta a lakását. Ki a talbérlembe. És előre nem tudom, hogy négy évek kifizették. Ebből nincs, én nem mondtam semmit. Azt mi? Hát ki kell húzni ezt az ütközőt, aztán meg lehet nézni. Hát az mi van ott neked? Hát ez... Hol mi? Hát mi? Ja, hát húzd le akkor azt a lakatot. Ide jön már ide, hát ennyi az egész mi. Na, el van vágva ott az a izé. Megfázol járni. De hogyha. Vegyél egy pulóvert magaddal. Na, felség. Hát mi van itt? Csak itt kócerálja. Jaj, de jó, megvannak, nincs semmi baj. Gyerekkoromat idézi föl. Ez a húgom, aki Németországban van, ez a Rita, ez a barátnőm, itt meg én vagyok. Akkor kihancúr volt egy nagy hatalmas udvar, akkor kihancúroztuk magunkat, meg mentünk csokoládét, meg ezt azt tenni, mert annyi mindig adott rá pénzt. Ez úgy készült szóval, hogy apám az erdőgazdaságnál dolgozott, és kapott vasúti igazolványt, és annak idején. És
mosolygós. Egészben véve ürességére is nagyon szép asszony volt. Mutassam? Meghozta a következő ítéletet. Az 1991. január 19 napját a 23 napjáig őrizetben, azután mai napig előzetes letartásban lévő Rafai Ferenc elsőrendű vádlott, bűnös, egyrendbeli testetesként elkezdett kifosztás büntetében, egyrendbeli közokirattal visszaélés vétségében és egyrendbeli testetesként elkezdett lopás büntetében. Ezért a bíróság, mint összörös visszaesőt halmazati büntetésül 9 évi fegyházbüntetésre és 10 évi közigyektől eltiltásra ítéli. Az 1995. január 19-23 napig őrizetben, azután a mai napig előzetesben lévő Molnár István másodrendű vádlott, bűnös, társadalmasként elkövetett csoportos sorrablás büntetében, kettőrendbeli társadalmasként elkezdett személyszabadság megsértésének büntetében és egyrendbeli testetesként elkezdett lopás büntetében. Ezért őt a bíróság, mint különös visszaesőt, halmazati büntetésül, főbüntetésként 6 évi fegyházbüntetésre, mellékbüntetésként 8 évi közgyűjtőtiltásra ítélik. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül, főbüntetésül 2 évi és 6 hónapi börtönbüntetésre, mellékbüntetésül 3 évi közgyűjtőtiltásra ítélik. Rostás Károly és Soha Kálmánné vádlottak, bűnösök egyrendbeli társadalmasként elkezdett sértés sanyargatásával járó személyszabadság megsértésének büntetében, egyrendbeli közökirattal visszaélés vétségében és egyrendbeli az ilyetes tépségelnek közvetlen fenyegetéssel kerítés büntetében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 5 évi börtönbüntetésre és 5 évi közgyektő eltiltásra ítéli. Bordás Judit hetedrendű vádlott, bűnös kettőrendbeli, a sértés anyagadása, a személyszabadság megsértése. Valamint 2 évig. Kettő évi közgyűjtőtiltásra ítélni. Bíró, még annyit szeretnék, hogy a Rostás Hajnallal kapcsolatban legyen szíves figyelembe venni. Két kiskorú gyermekem van, és nem szeretném, hogy intézetbe kerüljenek, vagy valami. Lehet, ezért van megfelelbezve együttésért, tehát elsődlegesen. Na hát ezt majd a másodfokon kell majd elmondani. Nincsen már másik a szél a hétfő. Egy van csak. Jó. Vigyázzuk ezt kérdezet. Fognak. Vannak, akinek van kis ágyai. Jó, mint ő vigyel, kérdezik. Mi a fa? Nem sír.
most nem sír. Szeretlek, mondja. Szeretlek, Krisztivárt. Szeretlek, Krisztivárt. Szeretlek, Krisztivárt.